Dolgoznak a munkások Újfehértó határában, a Hajdú-Dorogi úton épül a honvédelmi sportközpont. A 90 férőhelyes, 700 négyzetméteres alapterületű komplexumban edző és oktatótermek, lövészeti versenytér és fegyvertér is helyet kap. A különleges sportlehetőségek mellett a beruházás előnye, hogy a helyi sportegyesületek is otthonra találnak majd. A mi szempontunkból nagyon fontos, mert ugye ez a Kempo Egyesület, amivel én vagyok a vezetője, mi ugye rendelkezünk több Európa-bajnok, világbajnok sportolóval, és ugye ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha folyamatosan edzésbe tartjuk a versenyzőket, és ugye egy héten több alkalommal is edzhetünk, és nekünk ez nagyon fontos. A Honvédelmi Sportközpont bár országos program illeszkedik a helyi fejlesztési tervhez, az önkormányzat célja a település megtartó erejének növelése. Ennek érdekében igyekszik olyan beruházásokat indítani, amely közvetve vagy közvetlenül alternatívát nyújt a kisgyermekes családoknak és fiataloknak. Egy településnek én úgy gondolom, hogy a fiatalokat meg kell tartanunk, hisz ugye itt születtek, igyekeznék, vigyék a jó hírét a városnak, de telepedjenek le, itt találjunk nekik lehetőséget, hogy jó lakhatási körülmények között megfelelő munkahelyet találjanak, és a szabadidejüket is megfelelő körülmények, jó körülmények között töltsék el. Ez egy városvezetőnek elsődleges célja legyen, hogy az ide született fiatalok maradjanak itt, sőt, ha lehet, akkor máshonnan is jöjjenek ide fiatalok, akik értéket képviselnek a városban. A munkálatok a tervek szerint haladnak, várhatóan jövő nyáron már látogatható lesz az épület együttes. A sportközpont célja az egészségmegőrzés mellett a közösségek összetartó erejének erősítése. A honvédelmi oktatás és nevelés iskola rendszerű képzésének támogatása mellett a sportközpont olyan sportágak gyakorlását is lehetővé teszi, mint a vívás vagy a sportlövészet.